Mi először vagyunk itt, mi az első fordulón nem voltunk. Mi a véleménye eddig a játékról, a gyerek játékáról? Szerintem nagyon ügyes, jól játszott. De a többiek is mindenki nagyon ügyes, úgyhogy hát biztos nagyon nehéz dolguk lesz kiválasztani, kik a legügyesebbek, mert sok az ügyes gyerek. Neked hogy tetszik? Hát nekem nagyon tetszik. Aha. A testvéred játéka? Igen. És a többiek? A többiek is nagyon jól játszanak. Én nagyon izgulok, igen, rendkívül módon izgulok, meg általában minden meccsen, és nagyon szeretném, hogyha sikerülne a fiúnak. A Tehetségsport Egyesülettől jöttünk Jászberényből. Szoros a mezőny, meg kell mondjam, nagyon sok ügyes srácot láttam. Azt, amit kértem tőlük, azt próbálják betartani, tehát fegyelmezetten játszanak, de úgy gondolom, hogy kicsikét többet kell nyújtani ahhoz, hogy csak ugyan azt szeretnék, hogy felfigyeljenek rájuk. Olyan dolgokra kíváncsiak szerintem itt a szakemberek, hogy ki az az egyéniség, aki mondjuk egy bizonyos játékhelyzetben egy olyan váratlan megoldásra képes, amire nem számítanak. Volt néhány olyan labdakezelés, egy légstopp például, volt egy olyan váratlan lövőcsel, testcselek, indulócselek, amik szerintem itt biztos vagyok benne, hogy fölkeltették az érdeklődést. Mennyire ügyes a gyerek a többihöz képest? Meg tudja ítélni? Elég gyors, szélsőt játszik ott a jobb szélen, és elég ügyes szerintem. Mit gondolsz, hogy a többiek mennyire erősek hozzád képest? Szerintem mindenkinek megvannak azok a képességei, hogy bekerüljenek ide. Ugyanolyan jó mindenki, tehát csak van, akinek rosszabb formája van, van, akinek jó formája van éppen. Aki most már ide visszajött, az mindenki nagyon jó játékos. És mit gondolsz, a harmadik fordulóra itt leszel? Hát remélni tudom csak.